Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazinunkat látják. Évek óta megrendezik a Naki Gyógyító Rózsa Fesztivált. A rendezvényen számos program várja az érdeklődőket minden évben. Idén sem volt ez másképp. Főzőverseny, sörivőverseny, légvár, táncos és énekes programok várták a látogatókat. Ezen a rendezvényen adják át a Nakközség díszpolgára címet is, azonban az idei díjazottnak csak posztumusz adhatták át az elismerést erőfeszítéseiért. A falunapok a legjelentősebb eseménynek számítanak egy-egy kisebb település életében. Ilyenkor összegyűlik a falu apraja nagyja, és együtt ünnepelnek a programok mellett. Nakon sem volt ez másképp, idén is megrendezték a ma már hagyományosnak számító Gyógyító Rózsa Fesztivált. A település legnagyobb rendezvénye azért is különleges, mert arról a gyógynövéről nevezték el, ami az égési sérüléseket gyógyítja. A település polgármestere szerint már hagyomány, hogy ilyenkor adják át a település díszpolgára címet. Az idei átadáshoz azonban egy szomorú esemény is kapcsolódik. A posztumusz díjat az a Tóth Lajos kapta, aki sokáig a falu önkormányzatában dolgozott, valamint a helyi állatorvos volt. Nak polgármesterének Rácz Róbertnek is sok emléke kapcsolódik a díjazotthoz. Személyesen is érintve voltam a kitüntetettel kapcsolatban, ugyanis nagyon sokat köszönhetek dr. Tóth Lajos Ernőnek, aki a településen több cikluson át képviselőtestületi tag volt, illetve állatorvosként látott el munkafeladatokat a községben, és a helyi termelőszövetkezetnek a vezetőségi tagjaként is településért dolgozott. Azt tudni kell, hogy a Naki Dózsa termelőszövetkezet az 1980-as évek közepétől egy rohamos fejlődésnek indul, és ezt elsősorban az állattenyésztési ágazatnak köszönhette. Tóth Lajos ebben az ágazatban dolgozott. A Naki Dózsa termelőszövetkezet több alkalommal végzett az ország legjobb 10 ilyen cége között, amire nagyon büszkék vagyunk. A település polgármestere örül, hogy a Gyógyító Rózsának is messze földre eljutott a híre, és annak is örül, hogy az elhunyt állatorvos családja is eljött, hogy átvegye azt a díjat, amivel Tóth Lajost megjutalmazták. Az a lényeg, hogy nagyon büszkék vagyunk erre a szülöttünkre, illetve hogy a község nevét össze tudják kötni ezzel a készítménnyel, ami hát, talán még az ország határain kívül is ismert. A falunapon egyébként számos program szórakoztatta az érdeklődőket. A kapospulai néptáncosok mutatták meg a közönségnek a tánctudásukat, majd pedig egy helyi énekesnő adott műsort. A programok szünetében kihirdették a főzőverseny győztesét, végül pedig a férfiak mérhették össze tudásukat a sörivó versenyen. A falunapra látogatók szerint ezek a programok évről évre jobbak és emelik az esemény színvonalát. Jók voltak, mindig több program van, mindig egésznapos, szóval nem lehet azt mondani, hogy unatkozunk. A gyermekeknek is kínált a Naki önkormányzat programokat. Ők pónikon lovagolhattak, vagy légvárban játszhattak a falunapon. 13. alkalommal rendezték meg a kaposszekcsői nyári tábort. 44 gyerek vesz részt idén a 2007 óta minden nyáron megrendezésre kerülő kaposszekcsői napközis táborban. A tábor olyan népszerű, hogy nem csak a kisközségből érkeznek oda a gyerekek, hanem a környező településekről is. Az általános iskolás diákoknak a pedagógusok kézműves programokat, kirándulásokat és ismeretterjesztő előadásokat is szerveztek. Amikor beköszönt a nyári szünet az iskolákban, a diákok örülnek a nagy szabadságnak. A nyár derekához érve azonban egyre többen vannak azok, akik elfoglaltság hiány csak otthon ülnek, amikor éppen nem nyaralnak a családdal vagy barátaikkal. Azok a szülők, akiknek kisebb gyermekük van, azzal a problémával is szembesülhetnek, hogy nem tudják hova tenni gyermeküket, mi alatt ők dolgoznak. Kaposszekcsőn erre a problémára már találtak megoldást. 13 éve rendezik meg azt a nyári tábort, ahol két turnusban szabadidős elfoglaltságokat kínálnak a gyermekeknek. Az első tábor 2007 nyarán indult, alsó tagozatos gyerekeknek. A kaposszekcsői önkormányzat átvállalja a gyerekek költségeit azoknak, akik itt laknak. Tehát itt senkinek nem kell fizetnie, aki kaposszekcsői lakos. Kézműves foglalkozások, kirándulások, játékok szerepelnek a programba. Mindenki, aki eljön segíteni önkéntesként, tehát azért kerül ennyire olcsóba annak is, akinek fizetős, mert nincs benne munkadíj. A minden nyáron két hét, most évek óta már első héten első másodikosok, második héten harmadik, negyedikesek jönnek,
hasonló programmal, hogy senki se érezze magát hátrányba. A táborvezetője azt mondja, nem csak azok a diákok jelentkezhetnek a táborba, akik Kaposszekcsőn élnek. Akik Vásárosdombon vagy Dombóváron laknak, de a Kaposszekcsői általános iskolában tanulnak, ők is táborozhatnak hasonlóan kedvező feltételekkel. A szervezést is korán kezdi Nagyné Tóth Erzsébet, aki kiemelte, egy nagy összefogásnak köszönhetően valósulhat meg a tábor ilyen formában. Tavasszal már nekiülök minden évben. Nagyjából fejbe összerakom, hogy mit szeretnénk, hogy ne ismétlődjön minden évben ugyanaz, és megkeresem az általam kiszemelt segítőket, és azt tudom mondani, hogy szinte nemet még soha nem mondott senki. A tábor a szülőknek is segítség, mondja a szervező, hiszen az olyan családoknak is segít, akik már kora reggeltől dolgoznak, és nem tudják kire bízni gyermeküket. Gyerekek nagyon szeretik. Van olyan, aki első évben nem jön, utána hallja, hogy milyen jó volt, és majd, hogy nem sír, hogy én miért nem mentem. Ennyi. Jól érzik magukat. A táborban változatos programokat kínáltak a szervezők a diákoknak. Különböző játékokon vehettek részt, túráztak a meccsekbe és az állatkertbe is ellátogattak, valamint egy rendőrségi ismeretterjesztő előadást is meghallgathattak. A gyermekek egyik kedvenc programja azonban az emlékgömb készítése volt. A negyedik éve táborozó Deák Rebeka is azt mondja, hogy nagyon szeret eljárni, mert rengeteg jó emléket köt a nyarakhoz ezáltal. Nagyon sok élményt voltunk egyszer fürdeni, és hát nagyon sok jó élményt szereztem itt. Ettünk egyik évben kemencébe sült pizzát, és igazából nagyon jó ez a tábor. A szintén negyedik éve táborozó Rostás Balázs is nagyon szereti ezeken a programokon eltölteni az idejét, mert mindig új dolgokat tanul. Most például az emlékgömb elkészítését tanulta meg, amit azért szeret, mert az emberekre emlékezteti őt. Négy éve, mert alsóban van tábor, és elsőtől negyedikig lehet jelentkezni ebbe a táborba, és eddig nagyon jó. Mindig változtatják a programokat, és nagyon-nagyon sok jó dolgot csinálhatunk, és ez nagyon jó. Nagyon sokszínű, úgy, mint az emberek is, és emlékömb is a neve, azért, mert ember, mert ugye sok színből csináljuk, és hogy sok színűek az emlékeink is. A táborvezetője azt mondta, sok újdonságot tanulnak a gyermekek a Kaposszekcsői nyári táborban. Olyanokat is, amiket általános iskolákban nem tanítanak meg nekik, ezért járnak vissza évről évre a diákok, később pedig mint segítők vesznek részt a tábor szervezésében. A falura egyébként jellemző délelőtti sportos programokkal indult az idei Szakcsi falunap, amire egyébként pályázaton szereztek forrást. A délután már a jól megszokott programok mentén tellett a késő estében nyúlóan az iskola udvarán kialakított helyszínen. A pécsi részfúvósok fellépésre volt a meglepetés az idei falunapon. Dél-Dunántúl egyik nagyon ismert, több műfajban is jártas egyetemi zenekarának az egyik felfedezett trombitás tehetsége, ugyanis egy szakcsi fiatalember. Fej a szakcsi lányok, tyúkot ültetett, egy tyúk alá 36 tojás tettet, 36 tojás volt, csak egy kakas lett, az is kappa lett. Elszép szakcsi lányok, mi lesz veletek? Az éppen 10 éves fennállását ünneplő szakcsi énekkar fellépése nyitotta az idei falunapot. Mint megtudtuk, a jól ismert, hagyományos népdalok mellett az egykori szakcsi kántor tanító által összegyűjtött dalok is szerepelnek állandóan a repertoárban. Az énekart is működtető egyesület egyetlen letéteményese a településen a hagyományok ápolásának. Az énektől a kézi munkákon át a gasztronómiáig mindennel foglalkoznak. Récsei Gábor polgármester azt mondja, nagy baj lenne, ha nem lennének, vagy csak éppen takaréklángon működnének. Megpróbáltuk azért a helyben még fel lehető egyesületeinket bevonni, így a közelmúltban szerepelt a Szakcsi Hagyományőrző Egyesület. Örülünk nekik, hogy léteznek, és azt kívánom nekik, hogy még sok évig ilyen örömöket szeressenek hasonló rendezvényeken. Az énekkar most is meghívta a pincei táncosokat, akik az önálló műsorszámok után a színpadról lejöve táncba hívták nem csak a szakcsi vendéglátóikat, hanem a gyülekező közönség szereplésre hajlandóságot érző tagjait, és amolyan lakodalmas hangulat alakult ki már a kora délutáni órákban.
más tájakról érkezőknek bizonyára feltűnt a szakcsi asszonyok fejdíszében a jellegzetes pille, amely a környező szomszédos településeken is jellemző a hölgyeknél. Ezt csak az asszonyok hordhatták, a lányok ugye nem hordtak, a lányok még se kontyot, se pillét nem hordtak, amíg lányok voltak, szofot hordtak, és muskátlit tűztek a hajukba. Tehát az asszonyok viselet ez a pille, de ezt is csak addig hordták, amíg az első gyerekük megszületett. Ha visszanéz a szakcsi hagyományozó egyesület az elmúlt 10 évre, okkal lehetnek büszkék arra, amit a hagyomány ápolás széles területén elértek, az új generációkat is bevonva ebben. A hagyomány ápolóknak időközben, mint megtudtuk, házuk is lett szakcsom. Összegyűjtjük a hagyományos eszközöket, összegyűjtjük a hagyományokat, és hát azokat műveljük is igazából. Nekünk van egy egyesületi házunk is, ahol elég szépen fel vagyunk szerelve, és nagyon sok mindent a régi kézműves tevékenységből nagyon sok mindent művelünk. Az idei falunapon sor került egy szakcsi egyetemista fellépésére is saját kis hazájában. Kuti Máté a Pécsi Tudományegyetem zeneművészeti együttesének, a pécsi Brassádnak oszlopos tagja, akit már középiskolás korában felfedeztek a tehetségkutatók, és már akkor bevették őt az említett zenekarba. A Zeneművészeti Intézetnek a hallgatóiból alakítottuk akkoriban 2013-ba, a 2013-as egyetemi napokra, és azóta ez a felállás ez létezik, és hát ilyen mostani popszámokat dolgozunk fel, amik mennek a rádióba, és részfúvósan. Azt gondolom, hogy a fúvószenének az igazi varázsát ők tudják visszaadni, és megfelelő módon képviselik is, hiszen a mai korban már minden szinte elektronikus zenéről szól. A részfúvós koncert végére már érdemes volt sertepertélni a kilátogatóknak a fűzőverseny elkülönített helyszínén. Noha az állattenyésztés már nincs a csúcson, mint hajdanán volt szakcson, ám a pörkölt, a vegyes pörkölt kategóriában továbbra is jó néhány, máshol is remeklő, ízig-vérig szakácsot ad a település. Darált paprikát használunk, amit ősszel elteszünk, lesózzuk, és akkor azt tesszük a hagymára alapba. Utána teszem rá még a rendes porpaprikát, és akkor azzal egyet, ugye már pörkölt, kicsit kapja oda, mert pörköltnek azért pörkölt, mert egy kicsit pörkölt legyen. És akkor utána megy le egy kis, ilyenkor nyári időszakban már állt a friss paprika, paradicsom. Ezzel összerottyantjuk, az az alap, és akkor úgy megy rá a húsi. Először a köröm, az egy kicsit rottyanik, utána megy rá a csülökhús, és végén a lapocka. Ahogy nőtt a közönség létszáma, visszatért az ünnepi, benne persze a sokak bevonására alkalmas, igazi buli hangulat a szakcsi falunapon 2019. júliusában. A dombóvári járásban csak 2 település nyerte el a Magyar Falu Program közösségi terek fejlesztésére elindított pályázatát. Kaposszekcső és Dalman települése is milliós nagyságrendű összegeket fordíthat arra, hogy rendezvényeik jobb környezetben legyenek megtartva. A falvak és községek életében mindig fontos szerepe van a fejlesztéseknek. Azoknak köszönhetően szebb körülmények között tudják fogadni az odalátogatókat, valamint a lakosoknak fejlettebb szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A kormány célja ezen települések fejlesztése volt, amikor létrehozta a Magyar Falu Programot. Tolna megyében számos település nyert milliós nagyságrendű összegeket arra, hogy épületeket újítsanak fel, vagy programokat szervezzenek. Kaposszekcső is egyike azon községeknek, amelyek sikeresen pályáztak a Magyar Falu Program közösségi terek fejlesztésére szolgáló pályázaton. A hagyományok, a zene és az egészség jegyében ez volt a projektünk címe, aminek az a lényege, hogy egy Kaposszekcső lakosságának a megtartó erejét, a fiataloknak az elvándorlásának a visszaszorítása, az identitástudat erősítése, a közösségi házunk, ami nekünk ugye a kultúrcentrumunk is, ezt szerettük volna felújítani, és a rendezvényeinkhez elég gyászos volt eddig az eszköztárunk, és ehhez szerettünk volna hangosítást, fényeffektusokat és egyebeket,
és erre nyertünk mi, hála Isten, 100%-osan a kért pénzforrásból, amit kértünk 100%-osan, 19.761.938 forintot. És a településnek van is mire fordítani az elnyert összeget. Kaposszegcső polgármestere stábunknak megmutatta, hogy a közösségi ház mely részei szorulnak fejlesztésre. Megsüllyedt itt teljesen az ajzatunk, és elengedett több helyen, ezért ez a teljes ajzat lesz kicserélve. Aztán a korszerűsítve lesznek a világítást, tehát ledes világítást fogunk alkalmazni majd. Többek között külső burkolatot is kap majd, valamint klímát telepítenek a közösségi házba, mert a nyári melegben szinte elviselhetetlen az ott lévő hőmérséklet. A közösségi ház épület felújítására fogunk 14.778.638 forintot fordítani. Itt a belső tereket fogunk másképp kialakítani, a meglévő számítástechnikai termet le fogjuk zárni, egy raktárhelységet fogunk kialakítani, hiszen mindig probléma az embernek otthon is, mit hová rakjon, hát egy falunál is ugyanígy működik ez. A közösségi háznak is vannak eszközei, amiket el kellene zárni és egyéb. Aztán klimatizáljuk a helységet, és a külső homlokzat viszont szigetelést kap, aztán és újra színezzük az épületet azokból kifolyólag. Én úgy gondolom, hogyha ez a program biztos, hogy tud segíteni abba, hogy azok a települések, ahol sokkal kevesebb lehetőség volt fejleszteni infrastruktúrát és egyebet, hogyha a polgármesterek élnek azokkal a lehetőségekkel, hogy pályáznak, és egy kis önerővel lehet, hogy még hozzá tud, akik tud, hozzá tud segíteni, az biztos, hogy nagyon sokat számít a mai világba az, hogy tudjunk programokat adni, tudjunk a fiataloknak lehetőséget adni ahhoz, hogy legyen hová menni, ne kelljen elmenni kilométereket ahhoz, hogy egy jó előadást meghallgassunk. Tehát itt beszélek arról, hogy a civil szervezetekkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt dolgozunk mi nagyon sokat, ahol prevencióra, tehát az EFI-vel is, bocsánat, ahol az egészségtudatosságra, a sok mindenre nevelünk, és hogyha én úgy gondolom, ha ilyen programokkal az ember úgymond kicsit bombázza a lakosságot, biztos, hogy megtalálja mindig azt a réteget, akinek érdeklődése van ez iránt. A dombóvári járásban mindössze két település nyert pénzösszeget a fejlesztésre, Kaposszegcső mellett a másik község Dalmand volt. A polgármester szerint jó, hogy van lehetőség a településeknek megvalósítani az elképzeléseit ezen a pályázaton keresztül. A Magyar Faluprogram keretében egy mobil színpadnak a megvásárlására és egy közösségszervező személynek a foglalkoztatására pályáztunk. Én nagyon örülök, hogy a Városkörnyéken sikerült nekünk ezt a pályázatot megnyerni. 7.600.000 forintot kaptunk arra, hogy rendezvény a falunapi rendezvényekre, illetve a falu minden rendezvényére és egy mobil színpadnak a használatára, illetve egy közösségszervező beállítására kaptuk ezt az összeget, ami azt jelenti, hogy számunkra nagyon fontos a közösség még jobb összetartozásának a megerősítése, amiben fontos szerepe lesz majd ennek a személynek, illetve magának a mozgó színpadnak a felállítása is. A rendszerváltást követően minden évben vannak rendezvényeink, és minden évben ugye bérelni kellett például a színpadot, és ez motivált bennünket arra, hogy akkor próbáljunk meg egy színpadot vásárolni, és nyilván ezzel pénzt tudunk megtakarítani, tehát nem kell bérelni, és a közösségszervezőnek meg fontos szerepe van abban, hogy folyamatosan figyelje a pályázati feltételeket, illetve az önkormányzat segítségével rendezvényeket szervezzen a falu közösség részére,
amely tulajdonképpen nagyon fontos egy falu életében, hogy sokszor, gyakrabb, tehát minél többször találkozzunk, akár kisebb, akár nagyobb rendezvények alkalmával. Dalmant polgármestere azt mondja, a Magyar Falu Program ugyan nincs hatással a munkahelyteremtésre, de a lehetőség adott, hogy különböző kulturális fejlesztéseket hajtsanak végre, ezáltal pedig rendezvényeik színvonalát erősítsék. Szerintem komoly előnyei vannak, mert csak ilyen formában tudunk hozzájutni pályázati pénzekhez, támogatásokhoz, és tulajdonképpen olyan pályázatokat nyerünk, vagy olyan feladatokatra kérjük a támogatást, ami fontos egy település életében. Legyen az most ez a közösségszervező program, vagy legyen mondjuk orvosi eszközbeszerzés. Én meglátásom az, hogy egy Magyar Falu Program keretében ez inkább ilyen közösségépítő és szervező jellegű pályázati rendszer, amennyire én ismerem, mert ahhoz, hogy a településről ne vándorolnak az emberek, nyilván ez is nagyon fontos, de elsősorban a munkahely az, ami biztosítaná a lakosságnak a létszámát, tehát az állandó stagnálást. A Magyar Falu Program első pályázatának a célja a települések népesség megtartó erejének növelése és a kulturális fejlesztés. Erre a kormány 6 milliárd forintot biztosított az első pályázat lezártával. Sporttal az egészségesebb életért címmel rendeztek extrém sportbemutatót Döbrökközön. A rendezvényen próbáltak olyan mozgásformákat bemutatni, amik kevésbé ismertek a nagy közönség előtt, ugyanakkor látványosak. Ilyen látványos kerékpáros trükkökkel is csábították a döblőközi fiatalokat a sportolásra. A napra olyan sportágokat hívtak a szervezők, melyek a nagy közönség előtt kevésbé ismertek, ugyanakkor rendkívül látványosak, és hamar elkápráztatják a gyerekeket. Mert hát ki ne akarna átugrani a társait egy biciklivel, vagy tűpontosan lőni egy íjjal. Farkas Edit polgármester reményét fejezte ki, hogy a fiatalok számára rendezett közösségépítő rendezvény elnyeri a fiatalok tetszését, és a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a mozgásra, és több figyelmet fordítanak az egészségesebb életmód betartására. Az egész napos rendezvényen volt dartsverseny és íjászat is, amiket a jelenlévő gyerekek ki is próbálhattak. Amit itt be tudunk mutatni, az kétfajta íj, az egyik, amit a kislány kezében, ez egy úgynevezett mereszarú pusztai visszacsapó íj. Ez a hagyományos technika szerint egy biokompozit íj, egy famagra, állatinakat és szarut ragasztottak halányvel, bőrányvel, és azzal tették erősebbé. Ez egy tradicionális forma, az a jellegzetes hármas határ. Fognak venni? A másik pedig, ez már egy modernebb fajta. Ezt úgy hívják, hogy vadászreflex, ez egy tégdan vadászreflex íj. Azt három darabra lehet szétszedni. Mindegyik íjnek el lehet mondani részeit. Ez a két vége, ezeket hívjuk íjkarnak. Ezeket a kanyarokat a végén reflexnek, illetve ezen szarvnak, ez a merev szarv. A kettőt összeköti az ideg, és a középrész a markolat, és ez szolgál a vessző kilövésére. A Kicsi a Borsport Egyesület extrém sport bemutatót tartott. Volt freestyle kosár és foci bemutató, BMX show, breakdance show. Önvédelmi bemutató, de dekázó, valamint biciklis ügyességi versenyt is láthattak az érdeklődők. Szóka Krisztián, a sportegyesület elnöke elmondta, a céljuk, hogy megismertessék az érdeklődőkkel a sportolás és az mozgás széles skáláját. Népszerűsítsék a harcművészeteket a gyerekek és a szülők körében egyaránt, és emellett felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a mozgás mennyire fontos az ember életében. Megmutassuk az embereknek azokat a sportágakat, amik egyébként nem annyira elérhetőek, nem annyira ismertek, vagy egy ismert sportág, mint például egy foci, olyan válfaját mutatjuk meg, ami szintén nincs benne annyira a köztudatban, mégis nagyon érdekes és látványos. Nem különben pedig lehet, hogy épp ez indítja el a fiatalokat arra, hogy valamilyen sportba belevágjanak, de a fő célkitűzésünk az, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idősek is akár kedvet kapjanak egy kis mozgáshoz. Egy olyan stílusban talán, amit lehet, hogy eddig nem is ismertek. A tapasztalat gyakorlatilag az, hogy mindenhol ámultak, bámultak az emberek, visszavártak mindenhova, megkaptuk, hogy amint lehet, menjünk még vissza egy ilyen bemutatóval. Ezt el kell mondani, hogy amik itt vannak bemutatók, azok világszínvonalú bemutatók, bárhol megállnák a helyüket, főváros nagy színpadán is, vagy akár Londonban és Európa többi helyén, amire egyébként volt is példa, külön-külön
már az itt fellépők bemutatóztak, akár Londonban, Amerikában, illetve világbajnokok, Európa bajnokok is köztük vannak. A célkitűzések szerint egy ilyen rendezvényen is sikerülhet elérni azt, hogy aki eddig nem mozgott, nem találta meg egyéniségének, egészségi vagy fizikai állapotának megfelelő mozgásformát, ezek után vágjon bele valamibe. Akár a rendezvényen látott sportágak közül, vagy ha ezek túl extrémek lettek volna, valami békésebb formájában a sportnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!